Bár a legtöbb könyvet ma már online is el lehet olvasni, a nyomtatott könyvnek még mindig különös varázsa van. Igaz, hogy a könyvtárba egyre kevesebben járnak, főként a fiatalok, sajátos hangulata még mindig sokakat vonz. Megkérdeztük a szabadkaiakat, járnak-e könyvtárba, szeretnek-e olvasni. Hát ebben most olvasom, itt van nálam az Ököljog. Elég fura az írójog. Nemrég fejeztem be a Holtversenyt is. A mostani könyv, amit olvasok, az J.D. Salinger-től a Zaphegyező, másében Rósban a Fogó. Azelőtt pedig, hát kiolvastam Lejner Laura legújabb regényét, a Maradj velemet. Hát a nevem Jó Martin, és én nem vagyok tagja a szabadkai könyvtárnak. Nem is nagyon szoktam olvasni. Nem foglal le, és inkább más szeretek csinálni. Az interneten olvasol inkább? Hát, hírek, vagy kisebb, igen. Rövidebb információk? Igen, én szoktam. Mondjuk a házi olvasmány, amit volt, azt is inkább interneten olvastam el. Kádár Áron vagyok, és én sem vagyok tagja a szabadkai könyvtárnak. Én is inkább online formában olvasok, és én is inkább házi olvasmányt, vagy hogyha épp így valami autós dologgal kapcsolatos, akkor azt szoktam olvasni. Én Földi László vagyok, és vagyok tagja a könyvtárnak, de azért ritkábban előfordul, hogy olvasok éppen ilyen sportról szóló könyveket, vagy esetleg valami ilyen skifi féléket. És de akkor azokat hogyan szerzed be? Azokat mind a kettőt Magyarországon vásároltam meg. Voltatok már bent a könyvtárban valamikor? Egyszer voltam, igen, akkor is egy ilyen olyanokból, hogy egy könyvet akartunk megnézni egy két osztálytársammal, de a végén abból se lett semmi. Hát nem tudom, annyira nem köt le, hogy én oda menjek nem és olvasgassak. Nem. Mikor bementél, a hangulata nem fogott meg, igen, a könyvtár. Nem annyira. Évekig tagja voltam a könyvtárnak, főleg amikor a gyerekeim kicsik voltak, és szükségük volt a házi olvasmányokra. Egyébként elég gazdag családi könyvtárunk van. Szeretek egy-egy könyvet többször is elolvasni, vagy többször elővenni némely részlete miatt. Ezért inkább megvásárolom. A szabadkai könyvtár talán nagy könyvállománnyal rendelkezik, de szerintem főleg a házi olvasmányokból vagy a népszerűbb klasszikus regényekből áll. Sajnos a könyvtárra nem igen van időm, amióta két váltásban dolgozom. A könyvtárak napjáról szólva elmondhatom, hogy hosszú ideig tagja voltam a szabadkai könyvtárnak, most éppen nem vagyok, de mindig örömöm telt benne, amikor elmentem. Szeretem a hangulatát, a csöndet és a nyugalmat, amivel fogadja az olvasókat. Mellette szól a minőségi olvasnivalók nagy választéka is. Sajnos az utóbbi időben az az érzésem, hogy a teljes világirodalom színvonala csökkent, tulajdonképpen néhány nagy névre szűkült. Egyébként a délszláv irodalmat mindig szívesen olvastam, azt hiszem, szinte az összes művet elolvastam, amit a régi Jugoszláviában adtak ki. Búbos Ottilia már több mint 30 éve dolgozik a Szabadkai Városi Könyvtárban. A feldolgozó osztályra érkező magyar nyelvű könyveket dolgozza fel az egész község részére. A folyamat az úgy néz ki, hogy amikor megérkeznek a könyvek a könyvtárba, akkor az én osztályomra, a földolgozó osztályra érkeznek meg. Vagy vásárolunk könyvet, vagy pedig ajándékba kapjuk. Mindegy, hogy milyen módon jutunk hozzá a könyvekhez, ezeket a könyveket valakinek le kell ellenőrizni. A számlát is ellenőrizni kell, a számlát elkönyvelni, és le kell ellenőrizni, hogy a számlán föltüntetett könyvek azok megérkeztek-e, azután pedig az elküldött könyveket le kell ellenőrizni, hogy esetleg nyomdahibásak-e, vagy három kötetet megrendelünk, és két kötetet küldtek. Egy kolléganő csinálja ezt a könyvek ellenőrzését. Amikor ez megtörtént, ugyanúgy az ajándékkönyveket is leellenőrizzük, hogy esetleg van-e bennünk nyomdahiba, vagy esetleg hiányoznak-e belőle oldalak. Akkor a kolléganő lepecsételi a könyveket, tehát ellátja egy bélyegzővel, ezzel megjelöli a könyvet, hogy ez a könyvtár tulajdona. Utána következik a könyv feldolgozása, tehát a bibliográfiai leírása és a leltárba vétele. Ezt egyetemi végzettségű személyek csinálják, ezt külön törvény szabályozza, és amikor megvan a feldolgozás és megvan a beleltározás, akkor mindegyik könyv kap egy kis matricát. A könyv hátuljára ragasztja a városi könyvtár, ezen a kis matricán a szerző neve, a könyv címe, és rajta van a fő leltárszám,
és egy bárkód. Ez nagyon fontos, mert digitalizálva van nem csak a könyvfeldolgozás, hanem a könyvkiadás is. És így kerülnek a könyvek a különböző osztályokra. A Szabadkai Városi Könyvtárban tudományos osztály, olvasóterem, gyermekosztály, kölcsönző és helytörténeti osztály működik. Miután az új könyvek a megfelelő osztályra kerülnek, az ott dolgozó könyvtárosok szintén átnézik az odaérkező könyveket. Viszont ők nem a feldolgozást vagy a leltározást ellenőrzik, hanem a kiadványok tartalmával ismerkednek. Ha verses kötetről van szó, akkor tudni kell, hogy a szerzőnek az összegyűjtött versei, vagy válogatott versei, vagy legújabb verseit tartalmazza a kötet. Ha egy monográfiáról van szó, akkor ugye meg kell nézni például a Vajdaság monográfiáját, azt tudni kell, hogy mely városokról ír az a monográfia. Egy kicsit bele kell olvasni a könyvekbe, hogy tudja a tartalmát. Ha regényről van szó, irodalomról, regényről, akkor tudni kell, hogy az egy krimi, vagy egy szerelmi történet, romantikus történet, vagy egy életrajz, vagy egy történelmi esemény dolgoz fel, ezt tudni kell. És egy kicsit utána kell nézni a szerzőnek is, hogy tudjunk valamit mondani az olvasónak, mert az olvasó majd kérni fog ettől a szerzőtől még könyvet. Sok olvasó azzal jön be, hogy szeretne valami könnyed, kis olvasmányt elalvás előtt. Van, aki pedig a krimiket szereti. A krimik közül is megvan, hogy ki szereti a skandináv krimit, vagy ki szereti Agatha Christie-t, nem mindegy. Tehát a könyvtárosnak mindenhez érteni kell egy kicsit polihisztornak kell lennie, tudnia kell nem csak a könyvek tartalmát, hanem tudni kell tájékozódnia is a világban. Tudni kell, hogy most például a múlt héten jöttek a fiatal olvasók és boszorkányok tündérekről kértek olvasni valót, és azt akkor a könyvtárosnak tudni kell kikérdezni az olvasót, hogy regényben megírt boszorkányokról van szó, vagy a néprajzban, vagy pedig valami okkultizmussal kapcsolatos könyvet keres az olvasó. Gyakran igénylik azt is, hogy egy kicsit beszélgessünk velük. Nem mindenki, főleg az idősebb olvasók, a nyugdíjasok nagyon szeretik elmesélni, hogy milyen könyveket szeretnek olvasni. Ez nagyon fontos egyébként, mert akkor tudunk nekik ajánlani ebből a témakörből más könyveket. Viszont vannak olvasók, akik konkrét kéréssel jönnek, konkrét könyvet keresnek. Ők főleg a fiatalok, főleg a középiskolások, akik házi olvasmányt keresnek, és akkor ők nem nézelődnek a könyvtárban, nem varázsolja el őket a könyvtár. A gyerekek viszont nagyon szeretnek ide járni, a gyerekosztálynak sok olvasója van, és ott három kolléganő, egy magyar, egy szerb és egy horvát kolléganő foglalkozik a gyerekekkel, programokat tartanak nekik, együtt olvasnak, együtt beszélgetnek, játszanak. Ez nagyon fontos, mert ugye a jövőnek olvasókat nevelünk, és az gyermekkorban kell elkezdeni. Hanvas Béla a következőket írja a könyvtárosról. A könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak veszi, megnézi, olvassa, idézi és félreteszi. A költőnek a könyv csak mű, teremti és elfelejti. A tanítónak csak eszköz, merít belőle, és továbbadja. A közönséges embernek csak iparcikk. Olvassa, és élvezi. Senki nem nyúl úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros. Oly csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl. Tengerhez, asszonyhoz, földhöz.